Mindenkit szeretettel köszöntök 2020. január 1-e szombatjától egész negyedévünkben a zsidókhoz írt levél folyamatos tanulmányozása lesz a szombat délelőtti istentiszteleteink tárgya. Most az első alkalomra kerül sor, és ennek jegyében kezdjük el újra istentiszteletünket imádsággal. Hálásan köszönjük te néked, mennyei atyánk, Jézusunk nevében, hogy adtál nekünk élő igét, amely hétről hétre táplálhat bennünket. Most is egy különleges bibliai irathoz folyamadunk, ahol ott van a nagyszerű kijelentés, hogy az Isten beszéde élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél, hogy elhasson az ízek velük megoszlásáig, és szétválassza azt, ami bennünk emberi, és amit bennünk isteni, amit te építesz bennünk szent lelked által. Segíts, hogy ezt a rendkívüli levelet megismerhessük lépésről lépésre, és ez az életünkben is gyakorlati eredményeket szülhessen. Így légy segítségül a te szent lelked által, és mindezt, mennyei atyánk, a Jézus Krisztus érdemeire való hivatkozással kértük te tőled. Hallgass meg közös imádságunkat, és tégy többet annál, mint amit mi kérni tudunk. Ingyen kegyelmedből. Amen. Kedves egybegyűltek, kedves gyülekezet, Pál apostolnak a zsidókhoz írt levelét tanulmányozzuk. Én megelőlegezem, hogy a magam részéről Pál levelének tartom ezt az iratot. Nagyon jól tudom, hogy az elmúlt évszázadokban, egész a reformáció korától fogva több vitatás érte a szerzőséget. De szeretném elmondani, hogy voltak olyan keresztény korszakok, amelyekben a római levél után rögtön következett a zsidókhoz írt levél, mert jelentőségében szinte ugyanakkora, mint a római levél, amely az egész Bibliát összefoglalja. Ezen belül viszont a zsidókhoz írt levél Jézus Krisztus Isten fiúi mi voltát, ember fiúi mi voltát, és főpapi mi voltát állítja a gondolkodásunk homlokterébe. Most, hogy az elmúlt évszázadokban, tehát sokan vitatták el levél szerzőségét, a páli 13 levélből összeállított gyűjtemény végére mintegy 14. levél került. Ugye a Biblia beosztása, sorrendje már a zsidókánonban más volt, mint a Szeptuagintában, ennek különös jelentősége nincsen. Ismerem az egyházi hagyományt és a teológiai okfejtéseket is, hogy sokan ezt kezdettől fogva Pálnak tulajdonították. Később megjelentek olyan magyarázatok, hogy ez talán Lukács által megszövegezett, hiszen a Biblia görög szövegében a legmagasabb rendű szövegnek tartják, mint az Ószövetségnél, Ézsaiás tartják a legragyogóbb stilisztikai érzékkel megszövegezett iratnak. Sokan úgy gondolták, hogy Pál eredetileg talán arámi nyelven írt a héberül, és utána Lukács fordította le. Később teret kapott olyan nézet is, hogy talán Barnabás, vagy Apollós, vagy Aquila és Priscilla írták ezt. Nem szándékom belemerülni ezekbe a dolgokba, hiszen nekünk mindenek előtt ezt a levelet kell megismernünk. Annyi bizonyos, hogy a sokféle vélemény mögött az is állhat, hogy nem úgy köszön be Pál ebben a levelében, mint a többi levélben. Egyáltalán nem szól önmagáról. Erre persze jó oka lehetett, hiszen zsidó honfitársai között elég erős gyűlölet vette körül, amit aztán a megölési kísérlete, a cezáreai római fogsága is nyilvánvalóvá tesz a későbbiekben. Pálnak tehát jó oka lehetett arra, hogy itt ne a személy legyen a fontos, aki beszél, hanem a tárgy,
amely szinte megszólal, mert olyan tökéletesen fejti ki. A 13. fejezetben intő beszédnek mondja ezt a levelét, tehát az is bizonyos, hogy műfajilag is a páli levelek sokféleségéből, hiszen ott is van egy római levél, vagy a két korintusi levél, vagy a rövidebb filippi, efézusi, kolossé levelek, tesszalonikai levelek, aztán a pásztori levelek az egyes személyekhez, mint Filemonhoz írott levelek, tehát ott is a magában a levélműfaj nagyon sok változatosságot tükröz, de ez egy kicsit kiválik ebből a levélműfajból, mert ez aféle tanítás, tehát lehet úgy mondani, hogy ez egy óriási prédikáció, mint amit Ámosnál tapasztalunk, hogy prédikációit fűzi össze Ámos próféta a könyvében, vagy lehet oktató, intő, buzdító beszéd is, amelyet az ókori világban egy 5.-4. században élt görög ember Izokratész fejlesztett ki, és amely létrehozta a Pareinészisznek a műfaját, amely végig hullámzik az európai irodalom történeten, és nálunk magyaroknál is bekopogtat, például István király intelmeiben, mint királytükör, vagy Kölcsey Ferenc Pareinészisz Kölcsey Kálmánhoz című hatalmas egyedülálló művében, Széchenyi Istvánnak az Intelmek Béla fiához című művében is láthatjuk ennek nyomait. Tehát ez egy nagy irodalmi műfaj, és egy nagyon nemes irodalmi műfaj, amikor valaki kifejt egy tanítást, de a tanítás kifejtése közben különböző buzdításokat iktat közbe. Felhívnám itt a figyelmet, és talán felsorolnám most a negyedévünk elején, hogy a részemre melyek ezek a buzdítások a zsidókhoz írt levélben, én 5 buzdítási részt különítek el, tehát így is lehet olvasni a levelet, hogy az első nagy buzdítás, a 2. fejezet első 4 verse, erre már ma is rá fogunk térni, tehát a 2. fejezet elsőtől a 4. tartó versei, ez a 4 vers az első nagy buzdítás. A 2. buzdítás már jóval hosszabb, a 3. fejezet első versétől a 4. fejezet 13. verséig terjed, tehát még egyszer a 3. fejezet első versétől a 4. fejezet 13. verséig. A 3. buzdítás a zsidókhoz írt levélben az 5. fejezet 11. versétől a 6. fejezet 20. verséig. Ezeket úgy be lehet jelölni egy-egy vonallal, és meg is lehet sorszámozni, tehát a 3. buzdítás az 5. fejezet 11. versétől a 6. fejezet 20. verség. A 4. buzdítás a 10. fejezet 19. versétől a fejezet végéig a 39. verség. Ez egy nagyon súlyos dolgot állít elénk, a első keresztény üldözéseket, amikor elvették nem csak az életüket, vagyonukat is, elrabolták a keresztények vagyonát, tehát 4. buzdításban ez foglal helyet a 10. fejezet 19-től a 39. verséig, és számomra az 5. buzdítás a 12. fejezet első versétől a 29. versig terjedt, tehát az egész 12. fejezet egy végső, záró, összegző buzdítás. Eközben megy a tételesen kifejtett gondolatmenet, amit a buzdításokat úgy is ellenőrizhettek, hogyha a buzdítások előtti verset összekapcsoljátok a buzdítások utáni verssel, szinte hiánytalan logikai menetet képeznek ezek. Ennyit tehát mondjuk a formai jellegzetességről, hogy Pál levelei között ez biztos, hogy egy különleges levél, és ezért is megérdemli már csak formailag is a figyelmünket, hát még a tartalmat tekintve. Szeretném ezután közölni veletek, hogy hogyan fogjuk olvasni ezt a levelet, milyen nagy szerkezeti részek szerint. Lényegileg, hogy a római levél is 3 nagy szerkezeti részre oszlik.
amelynek az első része a római levélnél ugye a hit általi megigazulás, a második nagy szerkezeti része a predesztináció kifejtése, és a harmadik szerkezeti része egy meglehetősen részletes gyakorlati tanítások felsorakoztatása. Ugyanezt a hármas felosztást a zsidókhoz írt levélben is tetten érhetjük. Tehát az első nagy szerkezeti rész Jézus Krisztusról szól, mint Isten fiáról, mint ember fiáról, mint apostolról, ez is egy érdekes, különleges szóhasználata a zsidókhoz írt levélnek. Ez az első nagy szerkezeti részt az első fejezet első versétől a negyedik fejezet 13. verséig számítom, tehát a második buzdítás végéig. Még egyszer, az első prédikációkban, a legelső prédikációkban, talán mintegy négy prédikációt tudunk erre szánni, az első fejezet első versétől a negyedik fejezet 13. verséig fogjuk nyomon követni Isten igéjét. A második nagy szerkezeti rész a negyedik fejezet 14. versétől a tizedik fejezet 39. verséig terjed. Ez mintegy duplája, kétszerese az első szerkezet. Az első szerkezeti része a 3-3,5 fejezet, a második szerkezeti része a 6,5-7 fejezetből áll. Még egyszer mondom, a második nagy szerkezeti rész negyedik fejezet 14. versétől a tizedik fejezet 39. verség. Ennek azt adhatnám címéül, hogy itt található az a rendkívüli kifejtés, ami Jézus Krisztust, mint a mi főpapunkat állítja elénk. Nagyon kérek mindenkit, hogy levelünkkel párhuzamosan Mózes harmadik könyvét is olvassa el, és ott különösen a 16. fejezetben a főpapi szolgálatra vonatkozó kijelentéseket, anélkül Pált sem érthetjük meg, és nem érthetjük meg a Bibliának azt a rendkívül ilyen nagy tanítását, ami a gyakorlati életünkben is óriási tanítás. A mai egész kereszténység egyik legnagyobb hiányossága, tudnék, hogy mi a különbség a bűnbocsánat és a bűn eltörlés között. Ezzel már több sorozatomban is foglalkoztam, úgy lehet érintőlegesen, kicsit persze bele is menve, például a hétköznapok, az ünnepekről szóló sorozatomban, amelynek az a címe, hogy ünnepek veszélyei, veszélyes ünnepek, ha valaki előveszi ezt a sorozatomat, ott már kezdtem foglalkozni ezzel a kérdéssel, sőt, abból a sorozatban egy újabb kis sorozatot is nyitottam a hit általi megigazulásról, és ott is szóltam nyomatékkal arról, de most hát így gondoskodott számomra a Jóisten, hogy most tényleg nagyon részletesen szeretném megokolni, ami a gyakorlati életünkben is probléma, a mai egész nagy kereszténység életében is egy óriási hiány, hogy nem beszélünk és nem gyakoroljuk, mert ugye amiről nem beszélünk, mint igazság, és nem gyakoroljuk, az borzalmas hiányosság, hogy Isten nekünk mindig megbocsát, ha őszintén és Jézus áldozatára nézve kérjük a bűneink bocsánatát, de ez nem annyit jelenten, hogy Isten eltörölte volna a bűneinket, a bűnök eltörlése az, ami főpapunk ítéletére vár. A bűnbocsánat az naponkénti dolog lehet, a bűneltörlés egy egész élet igazzá nyilvánítása. A bűnbocsánatot jelképezte az Ószövetségben a papi szolgálat, fogunk erről beszélni a zsidókhoz írt levél kapcsán, a bűnök eltörlését jelképezte a főpapi szolgálat. A bűnök megbocsátása, tehát ha őszinte a megbánásunk, akkor az naponkénti dolog, és ne is halogassuk, minden este rendezzük el a bűneinket a Jóistennel, Krisztus által, de hogy mi ezt mennyire vesszük komolyan, és hogy ne éljünk vissza a bűnbocsánat óriási lehetőségével, hanem megváltozzék ennek folytán a jellemünk, az egész arculatunk, személyiségünk, ez fog nyilvánvalóvá válni a bűn eltörlés főpapi szolgálata során, ami a meghalt embertársaink esetében
már folyamatosan zajlik, hiszen az igazak fölötti ítélet elkezdődött a mennyben, Dániel könyve 8. fejezet 14. verse szerint. Jézus erre megesküszik a Jelenések könyve 10. fejezete szerint, de a nagy kérdés azok számára, akik élve érik meg Jézus második eljövetét, és ezek közé tartozunk mi, akiknek nagy esélyünk van megérni Jézus második eljövetelét, hiszen az idők jelei annyira felgyorsultak, hogy ez szinte azt mondhatjuk, ha csak nem történik valami különleges dolog az életünkben, hogy Isten jónak látja magához venni az életünket, de akik még most 60-70, sőt 80 évesek, én azt mondom, hogy nagy esélyük van meglátni azt a napot, amelyet a Biblia 400 proféciájával örökített meg és állít elénk, hogy Jézus eljön és elhozza a teljes váltságot, hogy az Efézusi levélben ezt fogalmazza Pál apostol. Tehát az első része a római a zsidókhoz írt levélnek, ami Jézusról beszél, mint Isten fiáról, ember fiáról és apostolról, ez az első fejezet első versétől a 4. fejezet 13. verséig terjed. A második nagy rész, aminek ezt a címet adnánk, hogy Jézus mint főpap, tehát az egész papi, főpapi szolgálatnak a kifejtése, 4. fejezet 14. versétől a 10. fejezet 39. verséig, és a harmadik befejező része a levélnek ez a 11. 12. 13. fejezet, amelyet úgy fordíthatnánk le, vagy foglalhatnánk össze, hogy a hit, az álhatatosság és a gyakorlati kereszténység. Itt a hit hőseivel fogunk találkozni, a hit fejedelmére és bevégzőjére való hatalmas nagy befejező résszel fogunk találkozni, és az utolsó 13. fejezetben személyekhez is szóló gyakorlati dolgokkal fogunk találkozni. Már is elment egy tetemes időnk, de szerettem volna ezt azért előrevetni, mert szeretném, ha mindannyian ebben a negyedében többször elővennétek, akár 5-10-szer olvassuk el a zsidókhoz írt levelet, ne csak elejétől végig részekre szabva is, egyes részekben elmerülve is, és tegyük már ezt az első 3 verset olvasom, mert ennek a levélnek is monumentális a bevezetése. Ugyanolyan monumentális, ünnepélyes, fenséges, mint ahogy a Bibliánk is kezdődik Mózes első könyve első fejezetében, ahogy a 4. kiegészítő evangélium is kezdődik János evangéliuma első fejezet első versétől, ahogy János első levele is kezdődik az első levél első fejezet első versében, valami ezekhez hasonlítható, talán ne hagyja ki még egyet, hogy a Jelenések könyve is ilyen monumentális kezdéssel veszi a kezdetét, erre majd konkrétan fogok is hivatkozni, de nézzük most először az igét. Minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk fia által, akit tett mindeneknek örökösévé, aki által a világokat is teremtette, aki az ő dicsőségének visszatükröződése és az ő valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván ült a felségesnek jobbjára a magasságban. Letagadhatatlanul fenséges, majesztikus, hogyha valami zenei kifejezést a kotta fölé ide írhatnánk, talán ezt írhatnánk, valami fenséges kezdet. Először is a velünk állandóan foglalkozó Istent állítja elénk. A nagy vagyokot, aki elküldi az ő fiát, és elküldi a szent lelket, és mind a három isteni személy munkálkodik azon, hogy mi megváltozott és az örök életre méltó emberek lehessünk. Nem néma Istenünk van. Az első döntő kifejezés, minek utána Isten sok rendben és sokféleképpen szólott. Szóló Istenünk van.
nem egy néma istenünk van. Nem titkon szóltam a sötétségnek földjén, nem azt mondtam Jákob magvának, hiába keressetek engem, olvassuk Ézsajásnál. Bennünket állandóan megszólító istenünk van a természet által, a lelkiismeretünkön keresztül, az értelmünkön keresztül, az igén keresztül. Természetesen elsősorban az ő választott népének szólt Isten, de nem azért, hogy maguknak tartsák meg ezt a szólást, hanem azért, hogy a földkerekség minden teremtményéhez elvigyék az Isten igéjét. És most persze az új szövetségben elsősorban az egyházhoz szól, de nem azért, hogy az egyház falak közé beülve önmagát hízlalja ezekkel az isteni beszédekkel, hanem menjünk, ahogy Jónásnak is azt mondta, hogy menj, ahogy Jézus a tanítványainak is azt mondta, hogy menjetek el széles e világra, ami ezt a szóló Isten, a mindenkit megközelítő, mindenkit megszólító, mindenkit az üdvösségre hívó Istent képviseljük, aki hajdan az Ószövetségben a proféták által szólt, de most az Új Szövetségben egyetlen egy igében foglaltatik össze minden ige, és ezért volt igaz a Luthernek, aki azt mondta, hogy vedd ki Jézust a Bibliából, és mondd, mi marad belőle. Hát Jézus által jött hozzánk az Isten a szólás teljességével. Az ószövetségi prófétákról is azt mondja Péter első levele, első fejezet, hogy a Krisztusnak ő bennük levő lelke szerint szóltak. Tehát ha úgy veszem, ez a páli kijelentés összefoglalható abban az egyben is, hogy a próféták is a Jézus Krisztusnak ő bennük levő lelke szerint szóltak. És most Jézus lelke által szólnak a tanítványok, az apostolok. Óriási ez a kinyilatkoztatás, és mindent az utolsó idők tartományába helyez ez a páli kijelentés. Az utolsó idők első értelme, hogy minden, ami Jézus Krisztus után az elmúlt 2000 év, miért utolsó idő? Hát már 2000 év óriási idő, miért mondja ezt utolsó időnek? Azért, mert a nagy küzdelem a Golgotán Isten győzelmével fejeződött be, elvégeztetett, beteljesedett. János 19.30. Ott minden eldőlt, ami azóta történik egy végjáték. Azért hosszú végjáték, mert Sátán nem adja fel a küzdelmet, olyan sakkozó, aki látja előre, hogy le lesz győzve, mert mattot kap, de a rossz sakkozó az nem adja fel a győzelmet. Én sakkozással foglalkoztam gimnazista koromban, akik tudják, hogy a sakkelemzések hogy történnek. Nagyon sok elemzés végén az van, hogy világos vagy sötét feladta, mert ilyen lépések után mattot kap, akkor nincs értelme játszani még 5-10 lépést, amikor kényszerítő erővel jön a matt, de Sátán nem ilyen jó játékos. Sátán nem adta fel a golgotai győzelem után, hanem azt mondta, hogy ha Jézus nem tudta legyőzni, akkor le fogja győzni a követőit. Ez az első 3 évszázadban nem sikerült, tömeges méretekben sem. A 4. században egy óriási törés állt be a kereszténység történelmében, mind a mai napig tart ez a varga betű, amit azóta leírunk, de nem kétséges, hogy Jézus győzelme után az egyház is győzni fog. Mármint az az egyház, amit Jézus egyházának nevez. Jézus golgotai győzelme után a követői tömeges győzelme, mint közösség győzelme is elháríthatatlan, ezt megmondja a Jelenések könyve 10. fejezetében az az ige, mely azt mondja, hogy a 7. angyal szavának napjaiban, amikor trombitálni kezd, elvégeztetik az Istennek ama titka, mint szólott az ő angyalainak és az ő profétáinak. Tehát ugyanaz a szó áll, mint a János 19.30-ban, a Jelenések 10-ben is. Ahogy Jézus felkiáltott, hogy elvégeztetett, az egyház a mi életünkben is lesz egy győzelmes vég. Most még nincs győzelmes egyház. Most küzdő egyház van, botladozó, eleső,
ezer kudarccal tarkított történetű egyház, de lesz győzelmes egyház a Máté 24:14 szerint, amikor az Isten országának ez az evangélium a bizonyságul hirdetetik minden népnek, a Jelenések 14:6-13 szerint, és lesz egy olyan egyház, ami a Jelenések könyve 18. fejezete szerint győzelmesen kiállt, hogy fussatok ki belőle, én népem. Lesz egy látható egyház, akinek tagjai megtartják az Isten parancsrajtait, a Jézus hitét, és mindezt békességes tűréssel, álhatatossággal végzik. Nos hát, ezért végső idő. És ebben a végső 2000 évben van egy utolsó végső idő, amire mondom, Jelenések 10. fejezetében Jézus megesküszik, hogy több idő nincs, ez is utolsó vagy végső idő, és még szűkebb értelemben, amikor már minden eldőlt, és még folyik a földi történet, de már minden eldőlt, és elhangzik, hogy aki tiszta legyen, tiszta ezután is, aki tisztátalan, maradjon tisztátalan ezután is, tehát az utolsó hét csapás a legeslegvégsőbb végső idő, tehát három értelme van ennek a kifejezésnek, hogy utolsó idő vagy végső idő, egyrészt tehát Jézus golgotai győzelme után minden már csak végjáték, e végjátékon belül az ítélet kezdete és az utolsó idő kezdőidőpontja a Dániel 8:14 és a Jelenések 10 szerint, tehát mintegy 170-180 éve már a végső időn belül is a végső időt éljük, és ami előttünk álló legeslegvégső idő, amikor folyik még a földi történelem, de már mindenkinek eldőlt az örök sorsa, ez a Krisztus napja, a győzelmes visszaérkezése Jézus Krisztusnak a 6. és a 7. csapás közötti időben, tehát az utolsó 7 csapás a legeslegvégső idő. Szeretnék foglalkozni ezután azzal, hogy miért kezdi a Jézus Krisztusról szóló felsorolást. 7 dolgot említ meg itt Jézus Krisztusról. 7 dolgot. Olyan röviden, tömören mondja el Pál apostol ezt a 7 dolgot, hogyha lenne időnk, csak ezzel a 7 dologgal foglalkoznánk. Ezt a 7 dolgot tulajdonképpen elmondja a 2. és 3. versben, de hogy senki előtt ne legyen önkényes, hogy ez Pál most ennyit mond, és miért nem kevesebbet vagy többet, utána részletesebb meg fogja okolni, csak nem 10 ószövetségi visszahivatkozással. Tehát a 2., 3. vers elébünk állít Jézusról 7 csodálatos kijelentést, egyik kijelentés gyönyörűbb, mint a másik, bele fogunk mélyedni, amiben nem tudok belemélyedni, mert teljesen szétfeszíteni, és már-már írás magyarázati keretté bővíteni ezt az istentiszteletet, ezt a 4. verstől a 13. versig olvashatjuk, amikor mondom, főleg a Zsoltárok könyvéből, de Sámuel 2. könyvéből, Ézsaiástól is visszaidéz részleteket, amikor elmondja, hogy ő miért mondja ezt a 7 dolgot Jézusról. Fölteszem nektek a kérdést, hogy Jézusról a Bibliában. Ha több dolgot egymás után sorakoztatva el szeretnénk olvasni, a Bibliának mely részéhez forduljunk? Amikor Jézusról több minden dolgot elmond, de szoros egymás utánban. Ugye nem az Ézsaiás könyve 9. fejezetéhez? Vagy az Ézsaiás könyve 11. fejezetéhez? Ezért is rendkívüliek az ézsaiási proféták, mert egymás után szinte felsorolás, de tonnányi súlyú dolgokat elmond Jézusról. Vagy nem a Jelenések könyve 1. fejezet 5. és 6. verséhez? Hadd olvassam fel nektek, mielőtt sorról sorra vennénk itt Pálnak a kijelentéseit, amikor ugye a Jelenések könyve azzal kezdődik, hogy János a bemutatkozása után az isteni Szent Háromságot, mert igen, a Szent Háromságról itt is döntő kijelentések sorakoznak fel, először beszél az Atyáról, utána beszél a Szentlélekről, azért hagyja Jézust a felsorolás végére itt János apostol, mert ő róla tud a legtöbbet, hát az ő tanítványa volt, és ő róla mondja ki a legtöbb és legsúlyosabb kijelentések, mit is. Nézzük ezt a felsorolás szerűséget, hogy ugye azt mondja, hogy
Kegyelem néktek és békesség, és először mondja az atyát, és elmondja róla, amit elmond, utána a szentelket, tehát kegyelem és békesség a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, a föld királyainak fejedelme, annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által, és tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és atyának, annak dicsőség és hatalom mind örökön öröké. Hát ez is egy 7-8 vagy akár 10 felsorolás egymás után, amiről mindeikről külön, minden szókapcsolatról külön kellene beszélni. Hát itt Pál ugyanezt teszi, ezért ilyen monumentális, ezért olyan csodálatos, mert elénk állítja a mi megváltónkat. Azt mondja Péter apostol az első levelében, hogy kicsit mi most azért vagyunk szomorúak, mert nem látjuk Jézust. Milyen jó volt a tanítványoknak akkor, amikor látták. Most egy kicsit meg kell szomorkodnunk, mondja Péter, különféle kísértések között, de majd látni fogjuk Jézust, de most is láthatjuk a hit szemeinkkel. Most is elmondhatjuk Jobbal, aki átélte a maga tapasztalatát, hogy eddig csak füleim hallásával hallottam felőled, most szemeim látásával láttak téged. Tudjátok, hogy hogy láthatjátok ma is Jézust? Ha komolyan veszitek ezeket a róla szóló kijelentéseket, de egyáltalán minden róla szóló kijelentést, de különösen ezeket a sűrített kijelentéseket, ezeket szálazzátok szét, álljatok meg mindegyiknél, mint most, ahogy megállunk, és én is fölteszem a kérdést, hogy miért nem a teremtéssel kezdi a Jézusról való felsorolást, az csak a második. Miért azzal kezdi Pál, hogy aki tett mindennek örökösévé? Miért ezzel kezdi? Miért csak ezután jön, hogy aki által a világokat teremtette? Pál ezt a II. Korintusi levél 4. fejezetében is megpedzi, hogy a világot a semmiből való teremtés az egy óriási dolog. Hát az fantasztikus, elképzelhetetlen, hogy az Isten nagyságára, az Isten bölcsességére, az Isten hatalmára nézve a teremtés. Hát ez kifejezhetetlenül nagy dolog. Hát ezért is támadják a teremtést, ezért is van forgalomban több mint másfél évszázada az isteni teremtést lerombolni akaró evolúcionizmus, a fejlődés elméletnek az elterjesztése. Ugye, de ennél nagyobbnak tartja azt, hogy, és ezért kezdi ezzel a felsorolást, hogy, hogy ő tette mindennek örökösévé. Hát örökössé azért váltunk, mert Jézus győzött. A teremtő isteni hatalomnál, amelyben Jézus ugyanúgy részt vett, hiszen ő is teremtő, így mondja ki a János evangélium, ahogy nála nélkül semmi sem lett, ami lett, sőt itt pontosítanom kellett a fordítás, hogy a világokat, nem csak a mi földünket teremtette Jézus Krisztus, ami Jézusunk, ami megváltunk, hanem az egész világ mindenséget Jézus által teremtette az Atya, és a Szentlélek is ott volt. Mind a három isteni személy részt vett a világ mindenség létrehozásában, hogy kilép az Isten hármasság önmagából is megosztja az életet. Ez volt az atyának a terve, de az atya tervének a közvetlen véghezvivője Jézus volt, aki a világokat teremtette, de ennél sokkal nagyobb dologra tart, és ezért mondja először, aki tett mindennek örökösévé, mert ő győzött, mert ő az ember számára megoldhatatlan talányból, hogy az elroncsolt földi életet, az elroncsolt embert ki tudja újra a tűzből kikapott üszköt, ki tudja újra viruló, zöldelő fává alakítani, csak Jézus Krisztus. Jézus Krisztusnak a csodálatos lénye, a teremtő hatalmánál is jobban megnyilatkozó, megváltó hatalma, ezért helyezi első helyre ezt Pál. Ennek is értelme van. A felsorolása soha nem olyan össze-vissza dobált szénásszekér. Külön figyelmeztettelek benneteket egyik elmúlt heti szombati istentiszteletünkön, hogy például a hit lépcsőfokai azok úgy, ahogy vannak egymás utat, nem lehet kettőt ugorni, nem lehet összecserélni a lépcsőfokokat.
Péter második levele első fejezetében remélem tudjátok, megismertétek, megjegyeztétek, hogy a hitetekhez jó cselekedet, jó cselekhez tudomány, mértékletesség, stb. Egészen a 8 lépcsőfok egymás utánja, itt is ennek a 7 lépcsőfoknak az egymás utánja, tehát a szerkezetben is tanító erő van, nem csak az egyes kijelentésekben. Sok ember úgy olvassa a Bibliát, hogy úgy mozaikszerűen egy-egy rész kiszakít belőle. Én nem mondom, hogy ez már nem nagy dolog, ez is nagy dolog. De a Bibliát egészében az olvassa, aki engedi, hogy maga a Jóisten a mozaik szemcséket összeállítsa, és egy teljes mozaik álljon előtted. Első dolog tehát az, hogy ő tett mindennek örökösévé bennünket. Ő a mi megváltunk, aki előtt nincs lehetetlen, aki a legmélyebb életünk legmélyebb süllyedéséből ki tud emelni bennünket, akivel olyan tapasztalatokat szerezhetünk, amit millió emberrel nem szerezhetünk összevéve. Ő a mi csodálatos megváltunk. Ő, az ő örökösei lehetünk. Ő ad örökséget nekünk, ő szerezte vissza számunkra az örök életet, az örök élet várományosai vagyunk, ezért beszélt Jézus jelen időben mindig az örök életről, János 17:3, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus, nem azt mondja, az lesz az örök élet, ma már az az örök élet, van neked megváltód, van olyan Jézus Krisztusod, akivel minden nap együtt jársz, és az örök életre tekinthetsz. Fölteheted, hogy mondja az Efézus 6-ban az üdvösség sisakját a fejedre, és messziről látszik rajtad, hogy te oda készülsz az örök életre, és hát tudsz itt a földön veszteni, ha kell mindent is elveszíteni, csak hogy az örök életet megnyerjed. Második dolog. Aki által a világokat is teremtette, tehát többes számban az egész világ mindenséget Jézus Krisztus teremtette, Jézus Krisztus nem csupán megváltunk, teremtőnk is, ezért mondja a megváltó után rögtön ezt is, hogy ne úgy nézzünk a megváltó Istenünkre, hogy van az Atya, aki teremtő, utána jön Jézus, aki megváltó, ez az egyházi felosztás a krédó óta, de már itt sajnos a 4. században, amikor a krédót, a hiszek egyet megszövegezték, már egy bizonyos fajta eltérés következett be a Bibliához képest. Nekünk mindent helyre kell állni, a végső időkben. A megváltó Istenünk, teremtő Istenünk is. Harmadik dolog, az ő dicsőségének visszatükröződése. Az Isten nagyságát Jézus Krisztus jött lehozni erre a földre. Jézus Krisztus bemutatta az Isten nagyságát. Főpapi imájában ezért köszönetet mondott, hogy én dicsőítettem a te nevedet, és most te dicsőítsd meg azzal a dicsőséggel, amivel te rendelkezel. Isten nagyságát helyreállítani. Féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget. Ez az első üzenetünk. A Jelenések könyve 14. fejezete 3. angyali üzenete közül az első angyali üzenet. Féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, és akkor adunk dicsőséget Istennek, hogyha engedjük, hogy Jézus Krisztus az ő dicsőségének képmása legyen az életünkben, az ő dicsőségének visszatükröződése legyen az életünkben, mert most jön 4. az, amit már félig említettem, az ő valóságának képmása. Gyönyörű ez a magyar megfogalmazásban, még inkább pontos a görög eredetiben, hogy a jellemének, az Isten jellemét kell nyilvánvalóvá tenni, hogy az Isten jelleme, ami döntő az Istenben. Ezt is nagyon illő sokszor hangsúlyozni, hogy a Jóistenben nagyon nagy dolog az örökké valósága. Persze, hát óriási dolog, de hát a szemléletünk kereteit feszíti szét ez a kijelentés, mert hát mi mindig tól iggel gondolkozunk. Mi az, hogy végtelen napjainak száma, tehát, ilyen, tehát nekünk a végtelen csak egy fogalom, a szemléletünk szinte nem tudja befogadni. Nagyon nagy dolog az Istenben a minden tudása. Ezt már jobban be tudjuk fogadni, talán, mert hát itt a Földön is találkozunk nagyon okos emberekkel, vagy fejszámoló művészekkel, akik rögtön elmondják azt, amit te csak a számítógépeddel, vagy nem tudom én, hosszadalmas
összeadás alapján hoznál nyilvánosságra. Nagyon nagy dolog a harmadik, a mindenhatósága az Istennek. Hogyne, persze, mert most a hatalomról nagyon sokat beszélünk, mert nagyon átpolitizált ez a világ, és oly hatalmakra nézünk, akiknek a hatalmas urára nem nézünk, mert Jézus Krisztus királyoknak királya és uraknak ura, ezt ne felejtsük el, ez is többször előforduló bibliai kijelentés, de Istenben a negyedik dolog a leghatalmasabb, a jelleme. A jellemében a szeretetének és igazságának az összetalálkozása, ami a kegyelmében, az irgalmasságában ölt testet. Ezzel kell nekünk töltekeznünk, hogy mi is ugyanolyan irgalmasok legyünk, mint az Isten, mert örökkévalók soha nem leszünk, mindentudók se leszünk, még az örök életben sem, és mindenhatók se leszünk, de már itt a földön elkezdhetünk jellemben hasonlóvá válni, és ezért mondja Jézus Krisztusról, hogy az ő valóságának képmása. Ne ötödik dolog, aki hatalmas szavával fenntartja a mindenséget. Hát ő tartja fenn a mindenséget. Igaz, hogy erre a Szentléleknek adott utasítást, hiszen ezt olvassuk Jobb könyve 34. fejezeteiben, hogyha az ő lelkét és lehellését visszavonná, elhervadna minden test és visszatérne a porba. Tart még Jézus kegyelme. Tart még a fenntartó ereje, amit a Szentlélek által valósít meg. És amikor ez a kegyelmi idő lezárul, amikor elkezdődik a hét csapás, addigra kell elkészülnünk. Sőt, a hívő embereknek már a nagy evangélium hirdetés elejére kell felkészülni, hogy rájuk kiáradjon a késői eső gazdag adománya. Tehát az, aki fenntartja a mindenséget, fenntartja a közösségünket, fenntartja az életünket, ezzel legyél te meghitt belső kapcsolatban. Aztán mondja a hatodik dolgot, hogy aki minket bűneinktől megtisztítván, újra visszatér az elsőre. Mint egy keretbe foglalja ezt a rövid Jézus himnusz. Pálnak nagyon sok Jézus himnusza van. Ne csak az első korintusi levél 13. fejezetére gondoljunk, mint szeretett himnuszára. Gondoljunk a Filippi levél 2. fejezetében levő Krisztus himnuszra. Gondoljunk a 2. korintus levél 6. fejezetében levő csodálatos Krisztus himnuszra. És gondoljunk erre is, mert ennél rövidebb Krisztus himnusz nincs. Ez egy dinamit, ez egy összesűrítés, amikor az elméleti fizikusok azt mondják, én soha nem tudtam még elképzelni sem, nem hogy elhinni, hogy van olyan erejű nyomás, hogy az egész földgolyónkat összesűríti egy pingpong labdába. Ez már tömény energia. Ez, amit Pál elénk állít, ez egy tömény energia. Ez a benne levő Krisztus. Neki ennyit jelentett Krisztus. Többek között a 3. versnél már azt mondom, hogy ez csak Pál levele lehet, mert hogyha nem Pál levele, akkor mutassunk egy újabb Pált. Barnabás, Sílás, Akvile és Priscille és mások, persze igaz keresztények voltak, de ilyen mély, elmélyülő kereszténységgel, ilyen szinte a kereszténységet megalapozó lélekkel sokan mondták azt, hát Nietzsche ugye támadólag is mondta, hogy hát ugye Jézustól származik az evangélium, Páltól meg a rendszer, ugye ezt átvette mi nálunk Hanvas Béla, aki azt mondta, hogy Jézustől tudja követni, mert őnál a rend van, de Pál apostolnál hát a rendből rendszerre, teológia lett, hát ez teljes félreértése, szegény Nietzsche, szegény Hanvas Béla, de ezért lehettek olyan gondolkodók, ezért lehetett ez utóbbi, hát oly sokszor feldicsért magyar gondolkodó és egy ilyen új gnosztikus gondolkodó, mert nem volt olyan Krisztusa, mint akit Pál elénk tud helyezni, mert Krisztus csak akkor születik meg benned, ha tudod, hogy ő tett mindeneknek örökösévé, ha tudod, hogy ő teremtette a világokat, ő az Atya dicsőségének visszatükröződése, valóságának képmása, ő az, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztít. Igen, itt illő újra idéznem Füle Lajos csodálatos kis négy sorosát, aki a semmiből mindent teremtett, bűneinket meg mind semmivé teszi,
az én Uram, a csodálatos Isten, szent hódolással, szent ámulással hódolok neki. Igen, ezelőtt az Isten előtt hajtjuk meg fejünket. Nekünk ilyen Istent hozott el Jézus Krisztus, aki maga is Isten, és ezért, aki a bűneinktől megtisztít, hát mondom, ezzel kezdi és ezzel fejezi be, mert ez a legnagyobb kérdésünk. A Biblia is ezért foglalkozik azokkal a témákkal, a 66 könyv azért 66, és nem 65, vagy nem 67, mert ebben a 66 könyvben van benne az, hogy hogyan szabadulsz meg a bűneidből, ocsúgylom a szörnyeidből, legyél ott az örök életben, de már itt a földön éld az örök élet életét, hogy Isten törvényeit hitáltal, Krisztus hitáltal betöltöd, és azután már csak egy hetedik dolog, aki megtisztított minket bűneinktől, és ült a felségesnek jobbjára. És ezzel Pál erőre vetíti, hogy ennek az egész levélnek a központja, a legfőbb része a Jézus főpapi szolgálatának kifejtése lesz, hiszen ahogy említettem, a befejező 3 fejezet, és ez az elindító 3-3,5 fejezet közé ékelődik a zsidókhoz itt levél legnagyobb szabású, tehát 6,5-7 fejezetből álló rész, ami tehát önmagában több, mint a 2 nagy rész, ez a középső rész, olyan ez, mint a Jeremiás síralmaiban, hogy az első 2 fejezet az 22-22 vers, negyedik, ötödik fejezet 22-22 vers, de Jeremiás síralmaiban is a középső 3. fejezet az 66 vers. Tehát a Bibliában vannak sokszor ilyen formailag is rávezető jelek, hogy mire figyelj oda, és már a szerkezet tanít, már a szerkezet téged szinte hitet ad, már ha a szerkezetet átnézed. És amire előre mondtam, hogy nem lesz olyan sok időm, most felidézi azt, hiszen a zsidók körében nagyon általános volt az angyal tisztelet. Ezt a Kolossé levélben, egy másik levelében, és hát gondoljuk el, hogy Kolossé hol van, tehát az nem messze, nem Jeruzsálem, az a mai törökországi diaszpóra vidéke, tehát a zsidóság körében nagyon elterjedt volt. Most egyébként én is látok a kereszténység körében egy ilyen sokszor félre sikerült, vagy egyenesen hamis angyal tiszteletet. Nálunk a képzőművészetben például Molnár C. Pál a 2 világháború is azután időkben is, és az ő nevében is folyik Magyarországon ez az angyal imádat szinte, ez az angyal tisztelet, még a magyar költészetben is nagyon érdekes Radnótinál felfeltűnik, a egyetemes költészetben Rilkének a Duinói elégiájában feltűnik, de itt most Pál helyére teszi ezt a dolgot. És azt mondja itt el a zsidóknak, hogy Jézus az angyaloknál sokkal magasabb. Nem azért ez az összehasonlítás, hogy az angyalokat kisebbítse, hiszen azzal fejeződik be majd, hogy hogyan is fog befejezni, hogy avagy nem szolgáló lelkeke mindazok elküldve szolgálatra azoknak, akik örökölni fogják az üdvösséget. Tehát az angyalok is a mi üdvösségünkért fáradoznak. Az angyalok ezek a nagyon magas rendű lények is azért vannak, hogy az embert az üdvösségre vezessék, és az angyalokról szóló tanítás egy külön nagy, több 100 biblia vers szól erről. Erről én külön előadást is tartottam, sőt egy kis füzetet is írtam a Biblia az angyalokról címmel. Csodálatos Biblia tanulmány, csak ezt átnézni, hogy mit mond az angyalokra, akik ugyanolyan teremtmények, mint mi, de tudnak láthatatlanokká is válni, sokkal gyorsabban tudnak mozogni, mint mi, és nincs nemük. Nincs nemük, nincs férfi, nő, nincs nemiségük, és mégis tökéletes, boldog, igaz lények, már mint az angyalok 2/3, akik nem pártoltak el Istentől, az angyalok 1/3 sajnos az angyalseregek fejedelmének az oldalára állt, és így jött létre Sátán és démonainak mind a mai napig rendkívüli szorgalommal, melbedobással dolgozó hatalmas hadserege. De itt ószövetségi visszaidézések által elmondja, hogy Jézus több az angyaloknál.
mert soha olyan dolgokat az angyalokról nem állít a Zsoltárok könyve, vagy más bibliai íratok, már az Ószövetség, Pálnak a bizonyítás alapja az Ószövetség. Hát amikor írja ezt a levelet kb. A 60-as évek elején, közepetáján, mondom, csak nem 10 évvel a római levél után, hát még nincs új szövetség, és a zsidókat mind a mai napig nem lehet az új szövetséggel meggyőzni, ne is próbáljuk, a zsidóságot ma is az Ószövetséggel kell, és lehet meggyőzni, mert az Ószövetség minden tartalmaz arra nézve, amit az új szövetség kibont, amit Jézus nyilvánvalóvá tett, és ezért jön most ez a hogy mondjam, visszaidézés zuhatag, hogy ma mondanák visszaidézés cunami, mert mit mond Pál? 4. verstől, annak annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, mennyivel különb nevet örökölt azoknál. És most elsorolja, mit jelent ez, hogy angyaloknál sokkal nagyobb név a Krisztus neve, és ő nem teremtmény, ő Isten. Mert kinek mondotta valaha az angyalok közül, én fiam vagy te, én ma szültelek téged, idézi a 2. Zsoltárt, amit néhány hete külön elemzés tárgyává tettem az Isten ellen forduló népek címmel tettem föl az internetre. Ha lehet, hallgassátok meg ezt a 12 versből álló Zsoltárnak ezt az elemzését. Rögtön ezzel a 2. Zsoltárral kezdi, hogy Isten az Atya, ahogy a 110. Zsoltárral fogja befejezni, itt is egy keretes, az idézet gyűjtemény is keretes, hogy mondta az Úr az én Uramnak. Hát ki az Úr, aki mondta az én Uramnak? Már Dávid beszélt egy Úrról, meg beszélt még egy Úrról, az Atyáról és a Fiúról. Ő így tudta, hogy mondta az Úr az én Uramnak. Döbbenetesek ezek a visszahivatkozások, nekünk minden erőnk a Bibliában van, ha mi a Bibliát megértjük, és helyesen magunkévá tesszük, és képviseljük, Isten ereje így fog megnyilvánulni a világ számára. És idézi tovább a 2-at, és ismét, én leszek néki atya, és ő lesz néki fiam. Ez már a Sámuel 2. könyve 7. fejezetéből való idézet. Viszont mikor behozza az ő elsőszülöttét a világba, így szól, és imádják őt az Istennek minden angyalai. Zsoltárok könyve 9. rész. És bár az angyalokról így szól ki, az ő angyalait szelekké teszi, és az ő szolgáit tűz lángjává, tehát ugye sokféle formában jelentek meg angyalok, ez a két jelképes kifejezés ennyit jelent, hogy angyalok sokféle módon, mint a bajt elhárítanak, mint tüzes szekerek, ott Elizeus ahogy kéri, hogy Géházi szemét megnyissa ott a Szíria beliek történetében, vagy mint az angyal csendes és nyugodt módon lejön, és valakit figyelmeztet, mondjuk Józsefet az álmából, ám de a fiúról így, a te királyi székedó Isten örökkön örökké igazságnak pálcája, a te országodnak pálcája, 104. Zsoltár idézése, szeretted az igazságot, gyűlölted a hamisságot, annak okáért felkent téged az Isten, a te Istened öröm olajával a te társaid felett, gyönyörű 45. Zsoltár, ugye nem csak a 2., 110., a 45. Zsoltár is egy gyönyörű messiási Zsoltár, és te Uram kezdetben alapítottad a földet, és a te kezeidnek művei az egek, 102. Zsoltárt veszi elő, azok elvesznek, de te megmaradsz, és mindazok, amint a ruha megavulnak, és palásként összehajtod azokat, és elváltoznak, te pedig ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak. Melyik angyalnak mondotta pedig valaha, ülj az én jobb kezem felől, míg nem ellenségeidnek, lábaidnak zsámolyává teszem. Olvassuk itt a 13. versben, hogy a 110. Zsoltárt bekeretezi, amelyben amellett, hogy mondta az Úr az én Uramnak, még az is ott volt, hogy a te ellenségeidet zsámolyoddá teszi, mert ez is egy Józsué könyvétől fogva nyomon követhető kijelentés a Bibliában, hogy a legyőzött ellenségnek a nyakára tették a fejüket a győztesek, és így fogja legyőzni Sátánt, a démonait és minden gonosz követőt Jézus, de ez már a Gog és Magog ítéletéhez tartozik. Itt Pál leáll,
A visszaidézések talán meggyőztek mindenkit, akit nem, kérem, hogy mindegyiket szálazza szét, vegye sorosra, gyönyörű biblia tanulmányozás. Én nem tudok itt ezzel a 8-10 visszaidézéssel foglalkozni. Lezárja, avagy nem szolgáló lelkeke mindazok elküldve szolgálatra azoknak, akik örökölni fogják az üdvösséget. Tehát itt nem arról van szó, hogy az angyalokat kisebbítené, sőt az angyalok valódi rangját, a szolgálat, mert a legnőbb szolgáló az Isten, a 113. Zsoltár szerint, Jézusnak az a lábmosáskor mondott szavai szerint, János 13. fejezete szavai szerint, a legnagyobb szolgáló maga a három isteni személy, azután a szolgálatban ő utánuk következnek ezek a szolgáló lelkek, ezek a diakónusok, ezek az apostolok, tehát nem csak a liturgia, a szolgálat, az egy kisebb rendű szolgálat, a diakónia minden rendben, minden apró cseprő dologban ott levő szolgáló lélek, ezek az angyalok, mennyire másként élnénk, ha ennek tudatában lennénk, hogy többen vannak velünk, mint ellenünk, ha egyedül maradunk is az életben, akkor is többek vannak velünk, mint ellenünk. Miért? Mert az angyalok velünk vannak, és az ő számuk tízezer, ezer és tízezer. Isten, az Isten is mellettünk van, mind a három isteni személy, az angyalok is mellettünk vannak, a hit látja a láthatatlant. Tehát Pál, amikor azt mondja, hogy Jézus nagyobb az angyaloknál, ez nem azért mondja, hogy az angyalokat kisebbítse, igen, az angyaloknak is megvan itt a helyük. És az angyalokról szóló, talán legrészletesebb összefüggő tanítás itt található az egész Biblián belül, ahogy mondtam, még több száz igevers együtt. Itt Pál leáll, mert mint egy nagy Bach műben, amikor egy nagy témát megcsendít, akkor utána jön egy korál, vagy egy ária, most jön a buzdítás, és ezzel fejezem be a mai prédikációt. Mi ezek után a buzdítás? Hát ezt se találnánk ki. Ez is nem véletlenül van a Bibliában. A Biblia rendkívüli. A Bibliát mi soha nem találtuk volna ki. Senki bölcs emberek közössége, ha egybe lenne zárva évszázadokra, akkor se találta volna ki, amit Isten szent lelke által ihletett, mert most jön a buzdítás. Annak okáért annál is inkább szükséges nekünk a hallottakra figyelmeznünk, hogy valaha el ne sodortassunk. Ez a buzdítás. Nem csak Jézusra hívja fel a figyelmet, hanem a Jézusról szóló kijelentésekre, az ószövetségi proféciákra, ezért idézte fel ezeket Jézus az Emmauszi tanítványoknak is, ezért nem mutatta meg a sebes kezeit, ezért nem mondta, hogy én vagyok, hát látjátok, nem. Jézus nem tárta föl, hogy ki az, akivel együtt megy ez a két tanítvány, elkezdvén Mózestől föltárta a profétákon által, ezeknek így kellett beteljesedni, és akkor megérkeztek Emmauszba, és hálát mondott, és megtörte a kenyeret, akkor nyilatkoztak meg a szemeik, de akkor már Jézus el is tűnt. Tehát mire kell nekünk figyelmeznünk? Minden igére, egy ige se hújjon le a földre. Minden igét vegyél komolyan. Erre szólít fel Pál, mert ha az angyaloktól hirdetetett beszéd erős volt, és minden bűn és engedetlenség elvette igazságos büntetését, angyalok is segítettek például nem csak konkrét esetekben, de például a 10 parancsat és más egyéb dolgok kijelentésében. Ezt Mózes könyve is jelzik, hogy az angyalok is, itt is látjátok a jelzetet, Mózes második könyve, Mózes ötödik könyve. Mi módon menekedünk meg mi, hogyha nem törődünk így nagy üdvösséggel, melyet miután kezdetben hirdetett az Úr, azok, akik hallották, biztosítottak számunkra, velük együtt bizonságot tévén arról az Isten jelekkel, meg csodák és sokféle erőkkel és a Szentléleknek közléseivel az ő akarata szerint. Tehát figyeljünk oda a Bibliának minden egyes szavára. Nem mondjuk azt, hogy én az Ószövetséget nem olvasom, nem mondjuk, hogy ezek már régmúlt dolgok. Minden igeversről kiderülhet, ha te befogadod a szívedbe, hogy élet, olyan, mint a kenyér.
ne hagyjál ki egyetlen egy bibliaverset sem. Amit nem értesz, őrizd meg, egyszer majd meg fogod érteni. Amit megértesz, arra törekedjél, hogy tudja cselekedni. Pál itt ugyanazt mondja, mint Péter első levele 3. fejezetének a vége. Ebben az apostolok nagyon egyöntetőek voltak, sőt Péter ugyanebben a levelében elmondja, hogy ők ott voltak a szent helyen Jézusnál, látták a megdicsőlés hegyén, hogy megjelenik neki Mózes és Illés, de ennél is biztosabb a prófétai beszéd. Így folytatódik Péter első levelében az ige, hogy a megdicsőülés hegyi tapasztalatunknál emberi érzés, emberi tapasztalat, nagy dolog, ne kisebbítsük, de ennél nagyobb és mélyebb, amit te az Isten igéjéből, ha befogadod, nyersz az életben. Miért nem foglalkozunk a Bibliával? Miért vesszük ilyen hányaveti módon a Bibliát? Kérdezem ezt most 86 embertől, akik talán azt mondjátok, hogy mi komolyan vesszük, de magamra nézve is azt mondom, hogy nem veszem elég komolyan az Isten igéjét. Mert ha komolyabban venném, nem itt járnék. A mi összes erőnket Isten egy csatornán keresztül, az igén keresztül, mert az méri meg a dolgokat, persze működik a Szentlélek, a tudatunkon, lelkiismeretünkön keresztül Isten egy csodálatos dolgokat tud adni nekünk, de hogy mi a tőle jövő és mi nem a tőle jövő, azt mind az ige méri meg. Itt kell megállnunk, mert ez alapvető buzdítás, amit majd a 4. fejezet 12. versében újra elismétel, amit én is elismételtem. Isten beszéde élő és ható. Élni akarsz? Aki a fiú, azé az élet. És akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. De Isten fiát mi teszi számunkra megragadhatóvá, hozzáférhetővé egyáltalán? Az Isten igéje. Mivel az egy óránk lejárt, ennek jegyében imádkozzunk. Köszönjük jóságos Istenünk a zsidókhoz írt levélnek ezt a monumentális kezdetét. Segíts, hogy ne csak egy órát töltsünk mellette. Segíts, hogy újra elővegyük ezeket a kijelentéseket, lefordítva mindannyiunk számára, megértve mindannyiunk számára, hogy élet legyen bennünk, hogy nekünk van megváltónk, hogy az életben nem vagyunk egyedül, hogy mindig őhozzá fordulhatunk hitnek teljességével, és ő képes megszabadítani. Mi is elmondhatjuk a prófétával, hogy mi az Úrra nézünk, várjuk a szabadításunk Istenét, és meghallgat minket a mi Istenünk. Köszönjük áldott Istenünk, hogy az Ószövetségben annyi sok olyan kijelentést tettél, amelyre talán nem akad rá a szemünk, ha nem idézné vissza Pál apostol. Köszönjük ezt az első fejezetet és az utána való buzdítást, az angyalokról szóló tanítást, de legfőképpen Jézusról, az Isten fiáról, ami második isteni személyünkről szóló hatalmas tanítást, és hogy ne legyünk engedetlenek, ne legyünk figyelmetlenek, mert az egész üdvösségünket elherdálhatjuk, ha mi csak olyan felszínes keresztények akarunk lenni, akik mindig mások szavaiból, prédikációkból akarunk élni, és nem a személyes ige kutatásból, ami által az ige gyökeret ver a mi szívünkben, és egy új növényt sarjaszt az életünkben, hogy a tűzből kikapott üszökből legyen viruló fiatal facsemete. Segíts Istenünk, hogy ez a levél, ennek negyedévi tanulmányozása meghozza a gyümölcsöt az életünkben. Így készítsd elő a következő alkalmunkat is, és áld meg mindazokat, akik hallották az igéket, hogy Szentlélek örömével befogadhassák, és továbbit is adhassák Jézusunk kegyelméből. Amen.